Hello, sziasztok! Na most ugye ennek a Revitali Filler családnak a hosszú távú tesztje lejárt, látod, hogy mennyi van benne, se mennyi. Most már az utolsó kenetet tesszük föl. Na most így az utóbbi időben csak ez lett használva így, nem is tudom most mi van, október 16 talán is. De augusztus óta ez ment. Természetesen másfél-két hónapja csak ez. De ez hazugság lenne, mert nem csak ez ment, ugye így, hogy először a szérum. Már mutatom, hogy hogyan, így közben próbálom mutatni. Az élességet a nagy fejemre közel áll kéne kattingatni. Egy kézzel kicsit nehezebb. Szokásos, letisztított tartsülőre fölkelve. Olyan jó csíp még most is, szóval azért lehet érezni, hogy hat. De nem csak ez volt használva, mert akkor nem simítaná ennyire ki a ráncokat, hanem mindjárt mutatom, hogy melyik családdal, ugye ezután majd ez jön. De néha egy osztályidegen neutrogénának ez a retinóbus családja volt fölkenve, amiről ugye azt érdemes tudni, hogy azt nem lehet minden nap. Most hát látnom kéne, hogy mennyit teszek ide legalább, bocs, hogy elfordulok, kicsit sokat. Ugye az hűtőben van, és akkor hideg a fejelnek a kis fém vacaknak, ami így nagyon jó hűsít. Na, hol kéne rákattunk, hogy éles legyen talán így. De ebből kiindulva már csak azzal is sokat teszel a szemed alatti táskákon, hogyha reggel kiavatlan vagy még, hogy fölkelsz, és hideg vízzel megmosod a szemed. Ez most valami irgalmatlanul csíp. Így, hogy teljesen le lett súrolva a bőröm. Így ez most nagyon csíp. Meg hogy ez már reggel is volt alkalmazom, most még csak délután van. Sőt, reggel, délben és most délután egy napi háromszor nem kéne vele kenni. Így az van, hogy irgalmatlanul csípje a szememet. És ez beivódik, majd akkor jön a krém, de azt most sokat nem, azt nem szoroz. Éjszakai, amelyik a lila dobozban van, ez az egy, amelyiknek legalább ez az előnye, hogy a nappali krém, meg az SPF-es, az ezüst doboz, ez meg ilyen lila, meg a krém is, és ez nagyon is lágy krém. Ezt majd jóval később fogom felkenni az arcomra. Szóval ez így ennyit ért, így a hónapok alatt. Ez igazából a bőr struktúráját, meg az ilyen kis finom hibákat tünteti el. A neutrogén, a retinol boost pedig a mélyebb nagy ráncokat hivatott feltölteni, de abból elég hetente egyszer használni, és ez így egy nagyon jó összejött nekem, hogy ez ment minden nap reggel este, ugye reggel a nappali krém, így este meg ez az esti krém, vagy hogyha mész nappal napozni augusztusban, akkor az SPF-fel, és ugye egy héten egyszer pedig ez a retinol boostos betöltés. Na ez így bejött, ez volt eddig a leghatásosabb krémes, arckrémes kezelés. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Sziasztok!